Átalakulóban a hazai mérnökképzés. A fiatal szakembereknek ugyanis generációs és számos technológiai kihívással is szembe kell nézniük. A napra kész, magas színvonalú képzés lehetőségeiről tartottak ma konferenciát a DAP székházban. A tanácskozáson oktatási szakemberek és az ipar képviselői vettek részt. Az utóbbi években tömegesé vált a mérnökképzés, nincs felvételi, a diákok a középiskolai eredményeik alapján kerülnek be a képzésbe, az ipar igénye pedig óriási Debrecenben is egymás után települnek be a cégek, amelyeknek szüksége van jó szakemberekre. A mérnökképzés kihívásairól szóló konferencián elhangzott, hogy változások kellenek. A Debreceni Egyetem tudományos DK helyettese szerint ők az intézmény oktatási módszertanát tudják módosítani, ezzel növelve a sikerességet. A műszaki kar részéről hangsúlyoznám, hogy az iparnak való megfelelés, és manapság nagyon fontos, de azért próbálunk a, a, azt a fajta szintet is tartani, ami mondjuk ahhoz kell, hogy valaki sikeresen tovább menje mesterképzésre, vagy pedig később a doktori képzésre. A tanácskozáson elhangzott, hogy a szakemberek megpróbálják a középiskolai, az egyetemi és a vállalati igényeket összefésülni, akár a nemzeti alaptantervhez kapcsolódó javaslatokkal. Szóba kerültek az 1995 és 2012 között született fiatalok, az úgynevezett Z-generáció és a velük kapcsolatos kihívások és elvárások is. Az is lehet, hogy ők a katalizátorai a fejlődésnek, és így mindenki kénytelen lesz mást. Tehát egy kicsit idomolni hozzájuk, mint a krupli a zsákba, ugye, hogy itt van az égeneráció, e itt a társadalom, nekünk is össze kell szokni, mert ez a jövő. A jövőt meg mi építjük most itt. A hazai mérnökképzés kihívásairól szóló konferenciát a most 35 éves Hajdú Bihar vármegyei mérnöki kamara szervezte. Az előadások mellett a résztvevőknek panelbeszélgetéseket is tartottak a legfontosabb témákban.